Sziasztok mindenki, aki itt van és érdeklődik a következő beszélgetés iránt. Európai Uniós témákról lesz szó, méghozzá a következő résztvevőkkel: Törlei Kata, Tanítanék Mozgalom vezetője, alapítója és LP képviselőjelöltünk a lista második helyén, Zakota Tamás, aki szintén LP képviselőjelöltünk a lista 8. helyén talán, emellett pedig regionális koordinátor is a Kutyapárban, valamint Orosz Dániel, aki politológus és az App Gondolat közösségi programírás eseményünkön vezető szakértőként segített bennünket, amit ezúton is köszönünk. 5 témakörrel készültünk ma, ezek közül az egyiknek az adja az aktualitását, amivel kezdünk, hogy ugye 20 éve léptünk be az Európai Unióban, most volt a kerek évforduló nemrég, néhány hete, tehát így adja magát igazából a kérdés, hogy mi a mérlege ennek a 20 évnek szerintetek. Itt most igazából személyes tapasztalatokat is mondhatom, hogy ti magánemberként annak idején mit vártatok ettől az EU-tagságtól, és mi valósult meg ebből is, mi nem. Másrészt meg az, hogy szerintetek az ország mondjuk mit nyert vele, és mit veszített azzal, hogy EU-tagok vagyunk, ha egyáltalán beszélhetünk arról, hogy veszített valamit. Szerintem menjünk egyelőre balról-jobbra, aztán lehet, hogy majd a következő körbe fordítva. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy így végignézek a kerekasztal, vagy kerekszék megbeszélésen, beszélgetésen. Én vagyok a korelnök, és én abszolút emlékszem arra, amikor csatlakoztunk népszavazással az Európai Unióhoz, és nekem valóban voltak várakozásaim, és ebből egy csomó be is jött. Tehát nem tudom, hogy itt a jelenlevők közül ki az, aki ismeri azt az érzést, amikor átléptük az országhatárt, azt a gyomorszorító érzést, ami mindig elfogott minket, és mostanra talán ez már nekem megszűnt, de hogy például az Európai Unióhoz való csatlakozás ennek a torok vagy gyomorszorító érzésnek az eltűnését jelentette azzal, hogy megszűntek a határok, és hogy valahogy ahhoz a közösséghez lehetett csatlakozni, amelyhez valahogy már lelkileg tartoztunk, és egyszer csak intézményesülten lehetett benne részt venni, utazni, mozogni, tanulni. És szerintem egyébként az ország ilyen szempontból nagyon-nagyon sokat nyert az Európai Uniós csatlakozással. Például ezen dolgok miatt, és itt nagy hangsúlyt tennék az oktatásra és a tanulási lehetőségekre, de ugyanígy a munkavállalás és az utazás terén is. Illetve, hogyha most így megnézzük, hogy mi minden épült, szépült Magyarországon, és akkor a mellékített táblákat megnézzük, hogy mindenhova oda van írva, hogy milyen európai forrásokból finanszírozták ezeket a fejlesztéseket, akkor azt is láthatjuk, hogy az infrastruktúrához és az építkezéshez és a fejlődéshez is milyen módon járult hozzá az Európai Unió. Nekem elsősorban egyébként az értékközösség, meg gondolati közösség az, ami számít, ami megvolt előtte, és most pedig valóban részeivé váltunk. Szerintem ami hiányzik, az, hogy ez tudatosítva legyen a magyar állampolgárok körében, és hogy pontosan tudják azt, hogy ők bizony európai állampolgárok, és hogy ez milyen lehetőségekkel jár, és milyen értékközösséggel jár. Hát én fiatal voltam, amikor ez az uniós csatlakozás történet volt. 2004-ben én akkor lettem 8-as, de ez még, tehát hogy az odébb volt. Hát de én azért az eufóriára emlékszem, tehát ott azért nagyon örültek az emberek. És akkor így emlékszem, hogy örültünk mi is, de hogy azt hiszem, hogy pont akkor indult el az eurónak a története, és akkor pedig mindenki unió szinten örült, mert hogy akkor végre akkor meg lett a közös pénz, és akkor nem kellett folyamatosan pénzváltással bajlódni. Én azért kihasználtam az uniót, tehát hogy én azok közé tartozok, akik mentek Erasmus-szal, Youth in Action programokkal külföldre,
hát hogyha így az elmúlt 20 évet kell értékelni, akkor pedig ott talán van egy, volt az elején egy kőkemény felelőssége a magyar politikusoknak, hogy nem készítették, fel azért a magyar lakosságot. Tehát én, amikor egyetemista lettem 2008-ban, akkor voltam ilyen szakmai kiránduláson egy kertészetben, akik mondták, hogy ők azért vásároltak az EU-s csatlakozáskor még 10 hektár területet, vagy nem tudom mennyi területet, és így meg háromszorozták, négyszerezték a léptéket, amiben növényt termeltek, mert hogy cserepes növényt termeltek, mert hogy megnézték a statisztikákat, hogy mi történt, amikor Ausztria csatlakozott az Unióhoz, és rengeteg termelő bezárt, le kellett húzza rólót, mert hogy nyílt verseny lett, és nem volt annyira versenyképes. Ők meglépték ezt, nehéz volt, de közben pedig így visszaemlékez a magyar hírekben az volt, hogy mindenkinek lehet cukrászdája Bécsben. És így azért egy ilyen hamis valóságot adtak át a politikusok a lakosságnak. És a kockázatokat, a felkészülést, ezt pedig elsumákolták. Na hát, köszönöm szépen a meghívást és a szót, hogy itt beszélhetek az Európai Unióról, és hát hogyha egy társadalomtudóst hívtak egy ilyen beszélgetésre, akkor általában az történik jó esetben, hogy valami további információt vagy tájékozódási lehetőséget kínál nektek. Úgyhogy ez a kérdéshez mondanám rögtön az elején, hogy két kiváló kollégám, Viró Nagy András, illetve Medve Bálint Gergő szerkesztésében megjelent 20 év az Európai Unióban címmel egy kiváló tanulmánykötet, és hogyha valaki tényleg szeretne erről elmélyülten szakpolitikák mentén gondolkodni, akkor csak ajánlani tudom, hogy ezt a könyvet, ezt lapozzátok fel. És hát most ilyen slágvörtökben nem reményteli dolog ezt elmondani, de egy fontos információ például azzal kapcsolatban, hogy ki az, aki Európai Unió párti Magyarországon, általában azok, akik informálódnak az Európai Unióról, tehát ez tényleg egy egyértelmű összefüggés, azok, akik keresik az Európai Uniós információkat, kapcsolatokat, lehetőségeket, azok általában pozitívabban viszonyulnak az Unióhoz, és azokat könnyebb meggyőzni szkeptikus gondolatokról, akik egyébként, hát hogy is mondjam, távol tartják maguktól az információt, és inkább nem tudom, messiásoknak hisznek, vagy legalábbis olyan forrásoknak, ami így a fake news korában ugye több mint veszélyes. Hát ebben a könyvben egyébként Bruce László tollából van egy olyan fejezet is, ami ez a mit adtak nekünk a rómaiak típusú életérzéssel üt fel, és egyébként elmondja, hogy azért azt nem szabad elfelejtenünk, hogy amikor az Unióhoz csatlakoztunk, akkor ezt egy ilyen felkészülési folyamat előzte meg, aminek egy ilyen feltételességi mechanizmus is a része volt, tehát hogy Magyarország például nagyon sokat és nagyon sok területen fejlődött pusztán azért, hogy az Unió tagja lehessen, és nem árt így 20 év távlatából nem elfelejtenünk, hogy ezért mennyit tettünk, mennyi munka van abban, hogy most egy közösség tagjai vagyunk, és most kicsit így politológusként azt gondolom, hogy bár talán ciki velünk szembe, de valószínűleg nem kellett volna a kelet-közép-európai országokkal szemben ezt a feltételességet megszüntetni, tehát, hogy taggá válunk, de közben ugye mondjuk nem tudom én további feltételként bevezettetni az eurót mondjuk nem tudom én 2024-re, akkor valószínűleg bevezettük volna az eurót 2024-re, tehát, hogy ennek a térségnek, mintha lenne egy ilyen sajátos, nem is tudom, ilyen kötelező tanulás jellegű hozzáállása a dologhoz, és amint megszűnt a feltételesség, amint teljes jogú tagok lettünk, elfelejtettünk tanulni, elfelejtettünk, hogy mondjam, a közös szabályok mentén cselekedni. Nem mindenki, de legalábbis sokan és sok kormány úgy gondolta, hogy itt van a Kánán, és akkor most már a nemzeti szuverenitás jegyében lehet politizálni, és nem kell a közös szabályokkal olyan nagyon-nagyon nagy figyelemmel viseltetni. Tehát, hogy ez mindenképp fontos előzetesen elmondani, hogy azért ez a felkészülés, meg ez a feltételesség, ez egy fontos szereplő volt ebben a folyamatban. És azt is, hogy azért nagyon sokféle hatásköre van az Európai Uniónak, és nyilván, ahol nagyobb kompetenciái vannak, mint a mezőgazdaság, vagy a klímaváltozás, ott nyilván nagyobb hatást tett a magyar politikára, meg a magyar közéletre. És ahol pedig ugye csak ilyen ajánlásokat tesz, illetve ahol ilyen tulajdonképpen az együttműködésen van a hangsúly, mert nincs kompetencia telepítve az Európai Unióhoz közvetlenül, például az oktatás, ott igazából pont erre az ilyen, hogy is mondjam, jó szándékra, meg arra a közös együttműködési hajlandóságra épít az Európai Unió, ami bizony sok tagállamból, vagy sok
populista kormányból hiányzik. Tehát, hogy amikor az Európai Uniót kritizáljuk, akkor azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ez végül is egy együttműködés, egy olyan típusú együttműködés, ami egyébként egyedülálló abban, hogy kitűzte maga elő, hogy politikai integrációval akar tulajdonképpen együttműködni. Ez egyáltalán nem tipikus a világ más ilyen mondjuk kereskedelmi típusú együttműködéseiben, és hát ez egy folyamat, amihez adott országként annyit kapunk, amennyit mi is beleteszünk, és ezt is gyakran elfelejtjük. Tehát most még majd ebben a beszélgetésben úgyis visszatérünk ilyen különböző szakterületekre, de ezt például mindenképp aláhúznám, hogy Brüsszel nem egy tőlünk távoli város, és az Európai Unió nem egy tőlünk idegen szervezet. Mi ennek részei vagyunk, és amit hozzáteszünk, az energia, az térül meg visszafelé is. Köszi. Következő téma, ami talán így sokakban felmerülhet, hogy mit várhatunk a kutyapárttal majd az Európai Parlamentben. Ugye az a működés, ahogy a párt eddig működött, ez a spontán, sok gerilla akcióból álló, meg egyéb ilyen hasonló, ilyen mozgalmi jellegű működés, ez szerintem egy ilyen terepen azért valószínű, hogy nem fog annyira jól működni, vagy nem magától értetődő, hogy ezt ugyanúgy lehet tovább csinálni. És ezt főleg, hát elsősorban tőled kérdezem, Kata, mert hát te készülsz az EP-be, de a ti véleményetek is érdekel, hogy szerintetek a kutyapárttal mennyiben várható másfajta működés, mint amit eddig megszokhattak a szavazóink, vagy a támogatóink? Egyrészt szeretnék egy picit reagálni arra, amit Dávid mondott, Dani, bocsánat, nagyon rossz vagyok ebben, Dani mondott, hogy igen, tehát az, hogy a feltételességi eljárásokat megszüntették, az azt a helyzetet eredményezte, hogy gyakorlatilag most Magyarországot nem vennék fel az Európai Unióba, hogyha most jelentkeznénk, mert egy csomó feltételnek, aminek akkor megfeleltünk, most már nem felelünk meg. És szerintem például a kutyapárti részvétel az Európai Unió munkájában az azt is kell, hogy szolgálja, hogy ezek a feltételek valamilyen módon helyreálljanak, és megszülessenek, és itt gondolok a kutyapárt antikorrupciós törekvéseire, részvételiségre való törekvésére, a szubszidiaritásra, ami az Európai Unió egyik alapelve, és ami nagyon-nagyon nem működik Magyarországon, és közben a kutyapárt tevékenysége gyakorlatilag ezt így leképezi, hogy helyben, helyi dolgokat, helyi szinten megoldani, ott döntést hozni, és ott megoldást csinálni, és meg is tenni azt, ami ehhez kell. Tehát szerintem itt van abszolút teendője a kutyapártnak. Marietta most nincs itt, de ő ezt a részvételiségi vonalat szeretné képviselni az Európai Parlamentben, nem csak a sokszor emlegetett Robin Hood alap létrehozásával, hanem főként azzal, hogy hogyan lehet közelebb hozni az Európai Uniót a magyar állampolgárokhoz, a magyar választópolgárokhoz, hogyan lehet informálni őket arról, hogy milyen lehetőségeik vannak, milyen módon szólhatnak bele az Európai Unió működésébe. Az Európai Unió nem egy megváltoztathatatlan szervezet, valóban a tagjai vagyunk, tehát beleszólhatunk abba, hogy hogyan működjön. És én például annak ellenére, hogy az oktatás nem Európai Uniós hatáskör úgy általánosságban, de azért egy csomó olyan témát találtam, amivel kapcsolatban lehet majd ott dolgozni azért, hogy a magyarországi oktatási helyzet is javulhasson. Oké, csak mondom, hogy ezek például mind olyan területek, ahol igenis van ráhatásunk a dolgokra, és én azt gondolom, hogy egy ilyen olyan oda-vissza munkát kell elképzelni, ahol az Európai Unió intézményrendszerét is felvilágosítjuk, edukáljuk azzal kapcsolatban, hogy egyébként Magyarország micsoda, hogy Magyarország nem egyenlő a jelenleg hatalmon levő pártokkal, és a magyar választópolgárokat és állampolgárokat is informáljuk arról, hogy micsoda az Európai Unió, hogy milyen lehetőségeket rejt, és milyen módon lehet változást elérni, vagy kritikát megfogalmazni, és annak hangot adni.
látják. Azt még mondjuk, hogy említetted Mariettát az előbb, aki ugye a listavezetőnk, hogy ő igazoltan van most távol, ugyanis az ATV-n fog LP listavezetői vitán szerepelni hamarosan. Hogyha egy mondatot még hozzá lehet ehhez tenni az informálás meg részvételiség vonalon, akkor azért azt is fontos elmondani, hogy rengeteg olyan lehetőség van az Európai Unióban, amire egyszerűen nem tudunk. És most tényleg nem tisztem sem ellenzéki, sem kormánypárti politikusokat itt ezen a pódiumon kritizálni, de hogy nagyon-nagyon sokat tehetnének azért, hogy mondjuk a különböző lehetőségek ide eljussanak hozzánk, hiszen egy olyan közösség teljes jogú tagjai vagyunk, ahol, hogyha az összekötő szerepet, a híd szerepet vállalják politikusok, akkor jó kezdeményezések egymásra találhatnak. És bizony nagyon-nagyon sokszor előfordul az, hogy jó kezdeményezések vannak az Unióban, és nincs ott magyar politikus, nincs ott magyar civil szervezet, és nem jön információ sem magyarul ide a közösségekhez. Tehát, hogy ebben például nagyon sokat hozzá lehetne tenni, és ez részben a részvételiség útján, de részben egyszerűen pusztán azáltal, hogy valaki európai gondolkodású, pro-európér, és olyan politikus, hogy ő ezekben a fórumokban megfordul, ezekben a fórumokban azt gondolja, hogy képviselni kell Magyarországot, és ezekre a fórumokra el kell vinni az információt, meg el kell hozni ide az információt. Tehát én el tudnék képzelni sokkal-sokkal több nemzetközi rendezvényt is Magyarországon, nagy formátum európai politikusokat Budapesten. Hát az ember, én csak társadalomtudósként járok ezeken a fórumokon, de hogyha az ember beszélget külföldi tudósokkal, politikusokkal, ők nagyon szeretnének, meg szeretnek Budapestre jönni, tehát Budapest egy vonzó turisztikai célpont is, meg egyáltalán intellektuálisan is egy abszolút vonzó közeg, és valójában, hogyha ilyen híd szerepben lévő politikusok jobban oda tennék magukat, akkor sok-sok lehetőség ide jönne, és akkor az informálódás is könnyebb lenne a magyar állampolgárok számára. Én is hozzászólnék akkor már. Én annyit csak, hogy amúgy tulajdonképpen tök jó, hogy a Marietta, Kata és a Veronika vannak a lista elején, mert például én tuti, hogy az alkoholdiplomáciával foglalkoznék, az pedig hosszú távon nem tenne jót a májamnak. Én csak annyit szeretnék még egy kiegészítőleg, hogy azon túl, hogy valóban több rendezvényt lehetne szervezni, több európai politikust idehozni, stb. Azon túl én azt gondolom, hogy meg kell alkotni azt a nyelvet, amin lehet az EU-ról beszélni. Tehát, hogy olyan módon adni át az információkat, hogy az fogyasztható, emészthető, érthető legyen. Ez az, amit mi a tanékkal megcsináltunk az oktatással kapcsolatban, és szerintem nem lehetetlen az Európai Uniót lefordítani érthető magyar nyelvre, olyan módon beszélni róla, hogy az mindenkinek fogyasztható legyen, és mindenkihez közelebb hozza azt, ami ebben lehetőség, és feladat, és dolog, és megvalósítható terv. Még ehhez a témához valakinek hozzáfűzni valója? Vagy mehetünk tovább? Jó, akkor hát a következő téma az elsősorban Katának szól, de nyilván ti is, hogyha bármit hozzáfűznétek, akkor nyugodtan a oktatásnak a képviselet, tehát az oktatás ügy képviselete európai szinten, ugye elhangzott itt Dani részéről, hogy alapvetően ez nem uniós kompetencia, tehát mégis mi az, amit szerinted ezzel együtt meg lehet tenni egy LP képviselőnek, tehát csak például neked, hogyha bejutsz. Én ezt két részre bontanám ezt a témát. Egyrészt egy európai képviselőnek van feladata abban az országban, ahonnan kimegy az Európai Parlamentbe. És nem csak feladata van, hanem jogosítványai is vannak, amik mondjuk meghaladják azokat a jogosítványokat, amiket egy egyszerű állampolgár, vagy amikkel egy egyszerű állampolgár vagy egy aktivista rendelkezik. Tehát azt gondolom, hogy az például egy nagyon fontos dolog, hogy Európai Uniós képviselőként itt Magyarországon mit lehet tenni azért, hogy mindazok a problémák, ügyek, amiket már a tanítanékkal 8-9 éve kihangosítunk, azok újabb színpadot, újabb erősítést, egy erősebb mikrofont kapjanak. Konferenciákat szervezni, bejutni közintézményekbe, európai témákban, a parlamentben felszólalni. Ezek mind olyan dolgok, amiket én megpróbálhatok csinálni, de nehéz lesz, de hogyha Európai Uniós képviselő vagyok, akkor sokkal több lehetőségem van erre. Tehát egyrészt van egy olyan része a munkának,
amit igenis itt Magyarországon lehet végezni, sokkal több eszközzel és lehetőséggel. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy egy Európai Uniós képviselő az egyszerre dolgozik az Európai Parlamentben, és egyszerre a saját országában, a tagállamban, ahol egy bizonyos ügyet, témát képvisel és visz. És ezen kívül az Európai Parlament törvényelőkészítő és törvényalkotó munkájában vannak olyan területek, és különféle bizottságok foglalkoznak ezekkel a területekkel, ahol igenis lehet olyan témákkal foglalkozni, amelyek nagyon-nagyon szoros összefüggésben vannak azokkal a problémákkal, amelyekkel a leginkább küzd a magyarországi oktatási rendszer. A legnyilvánvalóbb, amiről lehet gondolkozni, és amiben lehet tenni, az a gyermekjogoknak a kérdése, amikről most nemrég fogadtak el Európai Uniós stratégiát, ezeknek a megvalósítása, a valódi beépítése a magyar jogrendszerben, illetve a továbbfejlesztése, ez például egy ilyen terület. És mivel a mi elsődleges célunk az, hogy minden magyar országon élő gyerek megkapja a neki járó legmegfelelőbb oktatást, ezért ez az, talán az legelső téma, amivel én szeretnék és tudok is majd foglalkozni. De ott vannak a pedagógusok, akiket az egyik napról a másikra megfosztottak a közalkalmazotti státuszukról, tehát a munkavállalói jogok, az ő helyzetük, az, hogy ezzel mit lehet tenni, ez megint csak egy olyan dolog, amivel lehet európai jogalkotásban gondolkozni. És van egy olyan téma is, ami a kisebbségek helyzetével foglalkozik, jelesül például a magyarországi roma kisebbség jogaival, helyzetével, a szegregáció problémájával. Ez ügyben egyébként kötelezettségszegési eljárás folyik Magyarország ellen, és a szegregáció kérdése az a magyarországi oktatási rendszernek az egyik rákfenéje. Tehát a magyarországi oktatási rendszer a legszelektívebb, legszegregálóbb rendszerek közé tartozik világszerte, és ez is egy olyan terep, ahol igenis lehet jog előkészítői és jogalkotói munkát, illetve direktívák megalkotására és ellenőrzésre irányuló munkát végezni. És egyébként utolsó helyre tettem azt, ami talán a legnagyobb álmom, az, hogy mivel egész Európában oktatási krízis van, oktatási válsággal küzd az összes tagállam, és egyébként Európán kívül is. És ez teljesen természetes, mert egy olyan világban élünk, ahol olyan módon gyorsult fel minden, a technológia, a környezetváltozás, a migráció, minden, hogy a nagy rendszerek, például az oktatás nagyon nehezen tudja ezeket lekövetni. Ezekkel a problémákkal minden egyes tagállamnak az oktatási rendszere küzd. Mindenhol más és más válaszokat adnak. Van, ahol jobb válaszokat, van, ahol kevésbé jó válaszokat. Nálunk nagyon rossz válaszokat adnak. De ilyen szempontból egy oktatási minimum létrehozása európai szinten az egy nagyon fontos dolog lenne, ahol bizonyos értékek, tartalmak megjelennének kötelező érvénnyel az egyes tagállamoknak az oktatási rendszerében. Ez nem azt jelenti, hogy egy ilyen giga meg a dinoszaurusz klikket szeretnék európai szinten ráültetni a magyar oktatási rendszerre, mert valóban hiszek a szubszidiaritás elvében is abban, hogy a helyi közösségek tudnak a legjobban helyi megoldásokat hozni, de bizonyos alapelveknek a kötelező jellegű megfogalmazása és elterjesztése és az erről szóló edukáció és információ, az szerintem egy nagyon fontos dolog lenne.
igazából az ellenőrzési mechanizmushoz szólnék hozzá, mert hogy az EP képviselőknek nagyon-nagyon fontos szerepe van az európai nyilvánosságban, meg abban, hogy ellenőrizzék a kormányokat, és igen, az oktatás kimondottan nem közvetlen Európai Uniós kompetencia, de a tanácson belül igenis a kormányok együttműködhetnek, az úgynevezett nyitott koordinációs mechanizmus keretében, tehát ők rendszeresen a különböző miniszterek különböző fórumokon találkoznak, és például az oktatásért felelős miniszterek, hát ugye Magyarországon ugye ezt is látjuk, hogy nincs kiemelt oktatásügyi minisztérium, de hogy az ezért felelős miniszter, az igenis ott lehet azokon a fórumokon, ahol például, hogyha, ahogy a Kata mondta, európai oktatási krízishelyzet van, ezekről a krízishelyzetekkel kapcsolatban közös megoldásokat keresnek, és a Kutyapárt EP képviselője számon kérheti például a kormányon azt, hogy ott van-e ezeken a fórumokon, milyen javaslatokat viszel oda azokra a fórumokra, hajlandó-e együttműködni. Az elmúlt 20 év tapasztalat között az egyik legfontosabb, hogy ezek a, egyébként nem csak Magyarország, de ugye a közép-kelet-európai országok között nagyon-nagyon gyenge ez a fajta hajlam erre az ilyen közös tanulásra, meg az ilyen úgynevezett feltöltésre, tehát a közös platformokra információ átadásra, és ezekért a közös cselekvésért való elkötelezettség. Tehát, hogy ezt például mindenképpen lehetne növelni, és ha és amennyiben az EP képviselők a kormányaikon számon kérnék azt, hogy ezeken az ilyen jóindulatú, nyitott együttműködéseken ott vannak a javaslataikkal, egyáltalán tematizálják azt, hogy ezeken igenis ott kellene lenniük a kormányok képviselőinek, akkor azzal megint a közbeszédet lehetne egy európai irányba formálni, illetve hát EP képviselők az országgyűlésben a megfelelő az Európai Uniós ügyekért felelős bizottságban felszólalhatnak, kérhetnek 10 perc. És ezt is lehet arra használni, hogy arra ösztönözzék a kormányt, hogy legyen aktívabb, és mondjuk az oktatás ügyében tegyen többet, mert krízis helyzet van, és hogy ebben tényleg aktívabbaknak kell lenni. Én annyiban szólnék hozzá, hogy amúgy van komoly szerepe az uniónak az oktatásban. Én 2008-ban kezdtem a felsőfokú tanulmányaimat, és kb. Az volt az az időszak, amikor átálltak a Bologna rendszerre az egyetemek, amire helyel közzel valaki jobban, valaki szarabul készült fel. És voltak előtte kísérleti osztályok, de hogy igazán akkor ment már élesbe, és volt, ahol úgymond végül visszatáncoltak, mert hogy erős volt a lobby, és akkor átmentek osztatlani képzésbe. De ugye az egy hatalmas és kegyetlenül jó dolog ez a Bologna rendszer. Tehát az, hogy valaki elmegy Erasmusszal külföldi egyetemre fél évre, és ha ügyes, nem kell csúszni a tanulmányaival, hanem szépen elfogadtatja itthon a tantárgyakat, és volt kint fél évet, úgyhogy ehhez kapott anyagi támogatást az Európai Uniótól, az egy végtelenül jó dolog, és tök szomorú, hogy most egy csomó alapítványba kiszervezett egyetemen erre nem lesz lehetőség. Igen, két dolog. Gra szeretnék reagálni. Az egyik ez az Erasmus programnak a megbicsaklása, vagy hát megtorpanása Magyarországon, ami tényleg az egyik legsúlyosabb válsága a mai oktatásnak, hogyha a közoktatáson túl a felső oktatással is foglalkozunk, ugyanis az egyetemek 80%-a most jelenleg nem tud részt venni az Erasmus programokban, holott ez az egyik fantasztikus vívmánya az Európai Uniónak. Olyan feltételeket támaszt az Unió, amik jogos feltételek, egy közösséghez tartozunk, és ezekre nem adott megfelelő választ a magyarországi hatalom. Tehát azt például ki kell kényszeríteni ezzel az ellenőrző jogkörrel, hogy olyan válaszok szülessenek meg, amik visszaadják a magyar egyetemistáknak a lehetőséget arra, hogy ebben a programban részt vegyenek, és akkor még nem beszéltünk a kutatói hálózatnak a megfosztottságáról, ami szintén gyakorlatilag ellehetetleníti az egyetemek működését, hiszen az egyetemek nem csupán oktatási intézmények, hanem a kutatásnak és a fejlesztésnek az alapvető intézményei. A másik pedig az ellenőrzési funkcióra visszatérés. Én nagyon hiányolom Magyarországon azt, hogy a civil szervezetek, akiknek partnereként kéne működniük az államhatalommal párhuzamosan abban, hogy minden jól működjön, és ellenőrizniük kéne a hatalmi döntéseket. Ezek a civil szervezetek most egyre inkább üldözésnek vannak kitéve, és nem, hogy az ellenőrző funkciójukat nem tudják betölteni, de létükben is fenyegetettek, holott
gyakorlatilag az állam helyett végeznek el egy csomó életfontosságú feladatot. És azt gondolom, hogy azzal, hogyha kijutok a parlamentbe egy civil szervezet képviselőjeként, és a civil szféra képviselőjeként, akkor igenis ezért is fel lehet lépni. Tehát azért, hogy a civil szervezeteknek ez a partneri és ellenőrző funkciója mind európai, mind tagállami szinten helyreálljon. Magyarországon nagyon-nagyon súlyos helyzetben vannak a civil szervezetek, de én azt gondolom, hogy ez is egy olyan probléma, ami több olyan Európai Uniós tagállamban felmerül, ahol a populista hatalmi erők most tért nyernek, teret nyernek. Köszi, és akkor utolsó témakörünk, ami így a NER 15. évébe lépve, és hát az elmúlt évek tendenciáit látva eléggé aktuális égető kérdés, hogy szerintetek a következő ciklusban tovább nő-e még eddiginél is jobban Magyarország elszigeteltsége az EU-ban, és vajon hatással lesz-e az adott esetben a nem kormánypárti EP képviselőknek a mozgásterére is? Kezdjük akkor innen. Amit ezzel kapcsolatban azért fontos hangsúlyozni, hogy az Európai Parlament egy szupranacionális, tehát nemzetek feletti politikai testület. Épp ezért, hogyha oda EP képviselőként valaki beül, az onnantól nem elsősorban és nem csak kizárólag az adott tagországot képviseli, hanem az egész közösségnek a képviselője, és ez megint fájóan hiányzik a magyar közbeszédből. Tehát nem törvényszerű az, hogy valaki magyar képviselőként az EP-be bekerülve, úgymond pária pozícióban találja magát. Ez sokkal inkább a kormány által delegált emberekre igaz. Adott esetben, hogyha azok van testületekben, ráadásul a kormány által erősen euroszkeptikus narratívát viszik. Tehát amennyiben egy magyar EP képviselő proaktívan részt vesz az EP munkájában, akkor őt nem kell hátrányérje a kormány a tevékenysége miatt, és ezt szerintem nem hangsúlyozzuk elég, és jó, hogy ez a téma felmerült. Tehát egyetlen egy magyar EP képviselőnek sem kell magát attól önmagában rosszul érezni, hogy mit csinál az ő nemzeti kormánya, és minden egyes Európai Uniós polgárnak felel a tevékenységével, nem csak az adott ország, az őt küldő ország állampolgárainak, és hát ugye, hogy ez egyáltalán így témaként itt van velünk, és hogy ezt így összemossuk, az azért is van, mert nincs valódi Európai Uniós kampány. Tehát most itt ülünk, beszélgetünk, de nem nagyon kevés fórumon merül fel az, hogy például a csúcsjelöltek ugye eljöjjenek a tagországokba, és a tagországok vezető politikusaival vitatkozzanak egy EP kampányban, és nagyon ritkán fordul az elő egyébként, hogy mondjuk az EU tagországokban különböző közösségek tagjai egymással határokon átívelően vitatkozzanak. Tehát ugye, csatlakozva arra, amit akartam mondani itt a civilek szerepéről, abszolút el lehetne képzelni egy olyan európai kampányt itt Budapesten is, ahol közös európai témákról civilek, legyenek csehek, lengyelek vagy portugálok, itt vitatkoznának akár ezen a téren, és megint csak szerintem azt gondolom, hogy az MKKP sokat tud tenni azért, hogy a következő EP választáson már egy ilyen típusú nemzetek feletti kampány folyjon, és akkor nem kellene például ilyen kicsit ilyen szorongva, meg szomorúan beszélgetnünk erről a magyar helyzetről, mert hogy egyébként uniós polgárokként, aktív politikusokként senkinek nincs oka szégyenkezni egy adott kormány tevékenysége miatt, és igazából egy ilyen nemzetek feletti testületben az ott ülő politikai szereplők ezt nem kérik egymáson így számon, hanem a közösségért, a közös európai célokért dolgoznak, és ezt szerintem fontos aláhúzni. Én se gondolnám, hogy annyira az lenne a probléma, hogy bárminek az elérésében, hogy akkor a Magyarország ZRT vezérigazgatója éppen mit gondol, vagy milyen hülyeséget csinál, mert hogy az Unió átvitte például a roamingot. Az egy hatalmas dolog, hogy az roaming szolgáltatás keretében hazai árakon tudok telefonálni. Most, hogyha bum, ezt az Orbán Viktorék vétóznák, hát akkor megcsinálják az Orbán Viktorék nélkül. Mi kimaradunk belőle, de ettől függetlenül az Unió még meg fogja csinálni. Ugyanez az, hogy a mosógépeknél háztartási eszközök, hogy akkor mondjuk 5 évig jó kell legyen mindenképpen a motor. Lehet, hogy a gumi mellette elrohad, de akkor csak a gumit kell cserélni, a tömítést. A motor az jó lesz, mert hogy muszáj nekik úgy megépíteni a mosógépet, hogy az működjön 5 év múlva is a motor része. Tehát, hogy én ettől annyira nem félnék, az inkább para egyébként, hogy
hogy olyan szinten nem tudunk például hatást gyakorolni az Unióra, de ez is inkább a Viktorék, hogy például a Schengeni térségben nem tudott még mindig csatlakozni Románia. Tehát az egy írtó nagy gáz, de ez megint nem a mi dolgunk azzal, hogy akkor most minket megbélyegeznek, nem. Az csak itt balfaszok voltunk a magyarsággal szemben, de nem mi, hanem a vezérigazgatóik. Én is azt gondolom, hogy itt arra kell tenni a hangsúlyt, hogy mi Európai Uniós tagállam vagyunk. Az Európai Uniós tagállamnak az európai parlamenti képviselői, azok ugyanolyan jogú képviselők, mint bármelyik más tagállamnak a választott képviselője. Ráadásul van ennek egy ilyen hatalmas legitimitása, hogy az Európai Parlamentbe kijutó képviselők az egyetlen európai munkavállalók, ha tetszik, akiket választ a közösségük. És ez egy hatalmas erőt ad nekik. És én is azt gondolom, hogy ráadásul olyan kihívások állnak az Európai Unió előtt, ahol arra kell tenni a hangsúlyt, hogy ezt közösségileg hogyan tudjuk megoldani. És az meg szerintem megint egy ilyen edukációs feladat, hogy ezt tudatni a magyar választópolgárokkal, hogy ők ennek a közösségnek a részei, és tehetnek érte, és jogosultak egy csomó mindenre, és tudatni a többi tagállam, többi állampolgárával, az ő képviselőiken keresztül például, hogy Magyarország az nem egyenlő, ahogy mondod, a Magyarország ZRT igazgató tanácsával. Hogy ne mondjak rosszabbat. Tehát én szerintem mindazok, akik kijutnak, és nagyon remélem és bízom abban, hogy többen kijutunk erről a kutyapárti listáról, azoknak ez egy fantasztikus lehetősége és feladata, hogy ebben az információ áramoltatásban és az európai közösségi érdekek védelmében tudjon dolgozni. Bárki másnak, ha nincs több, akkor köszi szépen, hogy eljöttetek és beszélgettetek. Köszi mindenkinek, aki itt a helyszínen meghallgatta, illetve azoknak is, akik majd utólag a felvételt visszanézik.